Vajon? Mit gondolsz K.O. Bank tartományról, ahonnan most érkeztünk meg? Melyik részről beszélünk? Csapától után? Csapa persze. Utáni részekről? Csapáról már beszéltünk. Ja. Milyen volt, fiam? K.O. Bank tartománya volt tegnap, és ma tartózkodtunk. Nagyon hosszú út volt az éjszaka. Szóval elhagyom sokat. Ezt nagyon sajnálták a hotelben. Nagyon aranyosak voltak. És igazából én is sajnálom, mert jó volt itt. De várnak az új kalandok, és a következő állomásunk nagyon messze van, ezért kell elindulnunk még most. Hát este 7 óra, vagy 8 óra. Este 8 van, és holnap reggelre kell ott lennünk. De nem akartam semmit kihagyni, úgyhogy vállaltuk ezt a kis kellemetlenséget. A Babetónál voltunk. A Babetó. Ez egy nemzetpark. Az egy ilyen érintetlennek tűnő környezet. Ez Vietnám legnagyobb természetes tava, 5 millió négyzetkilométer nagyságú. A Babe azt jelenti, hogy három tó. Négy folyó találkozik itt, három befelé folyik, egy pedig kifelé a tóból. A legenda szerint élt itt egy betegségekkel küzdő nő, akit a helyiek boszorkánynak tartottak, és ezért nem segítettek rajta, kivéve egy anya és a gyermeke, akik befogadták őt és beengedték a házukba. Aztán ez a nő próbálta figyelmeztetni a helyi lakosságot, hogy óriási vihar közeleg, és csináljanak valamit, hogy megmenekülhessenek ettől, de persze senki nem hitt neki. Csak az anya és a fia, akik befogadták őt, ők gyorsan elkezdtek építeni egy hajót, hogy ha jön a víz, akkor ők életben maradhassanak. És tényleg el is árasztotta a területet az óriási esőzés, és egyedül ők élték túl, akiknek csónakja volt. És mindezt az asszonynak köszönhették. Így alakult ki a mai tó. Ezen a területen leginkább kisebbségek élnek, legnagyobb részt tájok, de vannak még Hmong, Nung és Zhao törzshöz tartozók is. Környezet. Ott vannak olyan törzsek, akik lényegében ott a dzsungelben élnek. Igen, olyan falvak, hogy egy-két család lakik ott. Igen, 2015-ben vagy 2017-ben? 2017-ben lett először áramjuk. Addig áram nélkül is megvoltak. Igen. És mondta, hogy most már van út, de eddig út sem volt, tehát mindenkinek kellett, hogy legyen egy hajója, hogyha el akarta hagyni azt a kis szigetrészt, ahol élne. Igen, egy ilyen sekély. Tehát van egy tó, ami elég mély, és a tó nagyon sok irányba vannak ilyen kinyúlványai, vagy ilyen nyúlványai, meg van ugye az a négy patak, ami táplálja, de azok elég sekélyek. Szóval ilyen lapos, hosszúkás csónakokkal közlekednek, ezen viszik be a gyereket mondjuk iskolába, meg ráteszik a motort, és mikor kikötnek, akkor motorral mennek tovább. Úgyhogy ilyen lápos terület, így ilyen kicsit ilyen mocsaras vidék, ahol élnek, és ilyen sziklaszigetek vannak ezen a környéken. A helyiek gyógynövényeket is termesztenek és árulnak, aztán kiszárítják, vagy pedig tea formájában árulják. De sajnos nem igazán tudtunk rájönni, hogy melyik mire jó, úgyhogy itt az idegenvezetőnk éppen próbálja elmesélni, hogy melyik mi segít. Leszünk most picit. Itt egy faluban, ez egy olyan falu, ahol 2015-ig? 15-ig még áram sem volt. Nem volt áram. Most olyan áram, hogy van ott négy darab buszakkumulátor, egy inverter, és van napelem, illetve
fenn egy ízes és nem lesz el, és akkor tettek bele egy turbinát, és akkor így most van áram. Tehát ez 2015-ben lehet, és azóta van ventilátor is. De ebben a faluban egyébként egy 4-5 család lakik, nem sokan. És amit is látom, a kukoricát, amit megtermelnek, ezt adják a csirkéknek, a csirkéket megadják a vendégeknek vagy maguknak. Szóval teljesen önellátóak. Igen. Ez pedig tök levél. Fokhagymával. És végre megkóstolom a helyi tavaszi tekercset is megsütve, nem csak nyersen. Nem ezt a másikat, a mögötte lévőt, az egy kicsit nagyobb. Az Anma templom a tó közepén egy kis szigeten áll, és a legendában említett asszonynak állít emléket, aki megmentette a gyermekét. Itt is jellemző, hogy a templomba rendszeresen hoznak adományokat a helyiek, ezt a szerzetesek, akik itt élnek, rászorulóknak osztják szét. A környéken lakók pedig itt szokták ünnepelni a holdünnepet is, ami náluk az új év. Ajánlom ezt a környéket, én azt érzem, hogy még nem vették be a turista útvonalak közé itt az idegenvezetők, vagy ha be is vették, akkor ritkában érintett. Nem annyira turista csalogató központok vannak, nincsenek annyira kipakolva. Persze látszódik, hogy várják a turistákat, meg foglalkoznak vele, de nem. Kiesik az északi régió abból a területből, amit ugye ajánlva, egy körutat ajánlva Vietnámba beletennénk. Ez egy kicsit így kilóg így éjszakra. Hát meg messze van, de óriási távolság, lassan tudsz menni, és nem vagyok egy-két óra alatt. Tényleg egy jó 6 óra az út. Kocsa kutya támadásnak tettünk tanulni, a hibrid kutyától, ilyen körmöket mi nem láttatok a hátsó lábán. Kettő köröm van, pluszba. Ott is, meg ott is, meg ott is. Furcsa módon vonzódnak a madarakhoz, mindig van kalitkában madár. De hogyha nem is a kalitkában, akkor éppen táplálják őket, kinyilvesztik. De nincs semmi. Azok az icipicikék is ott madárták. Majdnem minden háznál van valami kalitkába. Mit csinálsz? Éppen vietnámi házi készítésű késeket tesztelgetek, hogy melyiket veszek, és ezt egy ilyet választottam. Majd otthon, amikor teszem fel a TikTok videókat, hogy hogy készítem meg, hogy aprítok, majd akkor látjátok, hogy egy vietnámi bicskával fogom. Egyébként nagyon olcsón vettük, most ezt a viszont. Köszönöm szépen. Sokszor a rizst nem tudják máshol kiszárítani, csak itt az út mentén.
sajnos már késő este lesz, mire odaérünk a szállásunkra, úgyhogy ezt majd csak holnap fogjuk tudni megmutatni. Sajnos ma megdőlt az az elméletünk, hogy a nudulzt azt tehetem. Hát sajnos nem rizstészta jött. Úgyhogy továbbra se tudom, hogy mit tehetek és mit nem. Hallottik? Nem tudom, hallottik erre. Nem flexelnek, hanem ez egy bogár. Került kettőnknek reggelivel együtt 7800 forintba. És az ott már a kínai határ. És mondta a portás, hogy figyeljünk, mert az órák, meg a mobil hálózatok átállnak Kínaira, ahol egy órával több van. Szóval mondta, hogy figyeljünk, hogy mennyi az idő, és épp melyik zónában vagyunk. Az volt itt a recepció. Itt csekkoltunk be. Csak este volt már, nem is láttunk mi sem, hogy milyen a kilátás itt. És ott van fönn az étterem. Olyan reggeli van, hogy egy menüről kell kérni. Nincs így kipakolva a büfébe. Úgy látom, te egy vietnámi reggelire szavaztál, egy fólevesre. Hát nem, ez nem fóleves egyébként, de úgy néz ki. Hát úgy. De vermicelli van benne amúgy. Igen, simán. Mi szerinted? És én pedig omelettet kértem. Mondtam ugyan, hogy nem kérek kenyeret, de legalább külön tette. Kanál. Tudtam, neked tenni a kanálod is. Persze. Fiam, voltál már ilyen közel Kínához? Mert az ott már Kína. Egy picit egyéb lépsz, akkor látod is a kínai zászlót. Ennek az erdőnek a túl a másik fele az már ott Kína. Itt van egy patak, és akkor a patak az elválasztó vonal. Igen. A világon a negyedik legnagyobb olyan vizes és a banzsiok, ami határokon nyúlik át. Az első az Iguazú vízesés, Argentina és Brazília határán, a második az a Victoria vízesés, Zimbabwe és Zambia határán, a harmadik a Niagara, Amerika és Kanada határán, és ez a negyedik, ami Kína és Vietnám között van. Ott a másik oldalon látjátok a kínai hajókat, ott sárgák az ülések, és mi pedig a vietnámi oldalon, ezekkel a kis kék hajókkal megyünk. Milyen szerencsénk van, hogy korán jöttünk, ugye 8 óra van, és így most ketten ülünk egy hajón. Megmutatom. Csak mi ketten vagyunk. Azt mondják, hogy május és szeptember között a legjobb meglátogatni, mert akkor van ugye az esős évszak, és akkor a legnagyobb a vízhozam. Hát lehet, hogy ennél szokott nagyobb lenni, de szép így is. Szóval hát a belépő erre a helyre az ilyen 1300-1400 forint volt kettőnknek, ugye? Igen. És aztán kellett fizetni azért, hogy hajókázzunk oda a vízig, az is egy 1500 forint volt, tehát 3000 forintból ketten megúsztuk. És nagyon jó, hogy korán jöttünk, mert itt a vietnámi oldalon még szinte senki nincs.
Végre lett vietnámi kalapom. Megmutatom. Hát nézzük, a városban is ott drágább volt. Meg ott ilyen ipari, tehát ilyen sorozatgyártós kalap volt, ezt pedig valóban kézzel készült, itt a nénit csinálták. Igen. És hát ez 740 forintba került. Igen, le is így mondjuk, kezdjük, hogy ez 50 ezer dongba került. Ami magyar forintban 740 forint. Igen. Szóval 740 forint egy autentikus kézzel készült vietnámi kalap. Igen. Ez a pagoda 2017-ben épült, vietnámi buddhista mintára, alig 500 méterre a vízeséstől, és tulajdonképpen a vietnámi oldalon ez az egyetlen kilátó. Mert a kínai oldalon van egy szép üveg kilátó, ami magasra van építve, hogy jól látszódjon ugye a vízesés, de itt ezen az oldalon nincsen másik. Buddhista szerzetesek élnek itt, és a legfőbb tevékenységük, hogy megszerettessék a gyerekekkel a vallást. Ez egy barlang, az a neve, hogy Tigris barlang, onnan kapta a nevét, hogy régen tigrisek laktak itt. Nagyon durva, mert bejöttünk az ajtó negyedjel, és itt 10 fokkal ideg van. De onnastól, az ajtó előtt még 35 fok volt, itt már szerintem 20 körül van. Igen, de annyira jó, hogy mindjárt ideg volt. Tehát hidegebbet csinálni itt a szobában a klíma. Igen. Sőt, itt már szerintem már csak 15, gyere csak! Hát itt meg már 12 fok van, nagyon brutális. Brutális hőmérséklet különbség. Ez meg fogunk fázni. Voltunk egy barlangban, ha jártam már Csepkő barlangba, akkor ez mondjuk olyan 10-szer akkora élmény, mert két dolog, mert az egyik csak egyedül voltunk, megint az egész barlangban. Nagyon jó esett a 35 fokból bemenni a 12 fokba, vagy a 15 fokba, és az egész barlang óriási volt, egyedül voltunk, saját tempónkba mentünk, tehát nem voltunk idegenvezető, vagy ilyesmi. Tehát nagyon jól kiépített utam előtt. Ott fotózkodtunk, ott videóztunk, ahol akartunk. Megtudtuk az idegen vezetőnktől, hogy a gyerekek itt ugyan megtanulják az angol ABC-t, és egy-két angol kifejezés, nagyon alap dolgokat, de egyébként az angol nyelvoktatása az nem része itt a képzésnek, úgyhogy nagyon kevesen tudnak igazán jól angolul. Ő is például teljesen magától tanult meg, és azt mondta még, hogy egyébként, hogyha tudnak is angolul, nem nagyon szeretnek beszélni, mert az európaiak barátságtalanok. Igazából van is valami. Egyébként mi is többször azt tapasztaltuk, hogy úgy beszélnek angolul, mint hogyha tényleg hallás után tanulnának, és ilyen nagyon furcsán ejtik ki a szavakat. A másik, amit megtudtunk, hogy itt az iskola, az kötelező mindenkinek, tehát azoknak is, akik ezekben a kis falvakban élnek, ahol voltunk. És fizetős már egészen az általános iskolától, de az állam támogatja őket, a szegényebb rétegeket, hogy mindenkinek kötelező lehessen az iskola.
Itt látszódik a csillag. Aha, itt látszódik. Tényleg egy üdítő 120-150 forintba kerül egy dobozos kóla, vagy egy ilyesmi ital, Red Bull is. A kicsit ilyen civilizációtól elszakadt népek vannak. Aztán meg egy jó 6 órás út vissza ide Hanoiba. Mm. És most itt vagyunk, és holnap elmondjuk, hogy hova megyünk tovább. Most vagyunk másodjára Hanoiba. Visszatértünk abba a szállába, ahol első napokat aludtuk, és special gift for me, a honeymoon szobát kaptuk meg, úgyhogy a friss házasok szobát kaptuk meg. Szerintem azért, hogy lehessen a kanapén is aludni, a másikban nem volt kanapé. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt a szobát kaptuk. Igen, nagyon szép köralakú ágy van, és még erkélyünk is van. Ugyan szomszédházra néző. Hát igen, itt... Szomszédházra néző rácsos, de nagyon tetszik. Igen, és van saját bonszájunk. Látjátok, hogy ők hogy guggolnak? Na, mi ugyanúgy csak egy első patkán is vagyunk. Ez a mi kis asztalunk, tehát meghozták a kacsingot, hogy neki kezdünk enni. Kacsorázunk. Ugye kis hokertik vannak, látjátok?